Köszöntöm a kedves nézőket! A Sárvíz Televízió összeállítását láthatják, mely a 2016-2017-es megyei első osztályú labdarúgó bajnokság mérkőzéseiről készült. A Fejér megyei első osztályú foci bajnokság idei fordulóiról, a hétről hétre lejátszott találkozókról a teljesség igénye nélkül, mint egy órás összefoglalóban idézzük vissza az izgalmasabb eseményeket, jeleneteket, és természetesen a gólokat. A mai alkalommal a 10. forduló 4 összecsapásáról tekinthetnek meg egy-egy összefoglalót. Első helyszínünk Velence. A hazaiak az előző fordulóban vereséggel távoztak Pátkáról, ellenfelük ezúttal a tabella középmezőnyében helyet foglaló Baracsiak voltak. A következő percekben tehát erről, majd a vasárnapi játéknapon lezajlott Lajos Komárom Sárost, a Bicske Ercsi-Kinizsi, valamint az Abasárvíz FC Sárbogár találkozókról készült összefoglalókat tekinthetik meg. Velence Barancs összecsapása Wisló Transz megyei első osztály 10. fordulójában szombaton vívták ezt a találkozót, aminek a játékvezető Jakab Zoltán volt, asszisztensei pedig Becséri Gergely, valamint Hajdú Balázs. Sárga mezben született végezel a vendég, alakulat Sági révén érkezett középre labda egy távoli bomba, amely elkerüli. Végül a Velencei kapott újabb sarokrúgás a vendégek részéről. Ez már veszélyesebb, és meg is van mindjárt a találkozó elvezetés. A 12. percben Fülöp Attila fejesével előnyben a Baracs remekül tekerte be a szögletet. Sági József és a kapus nagyon rosszul mozdult ki, őt megelőzze Fülöp megszerzett szezonbeli első gólját, melyel előnyben a Baracsi alakulat, amelyet a Belán 10. helyen áll 12 pontjával, Velence 12. helyet foglalja el, 6 pontot gyűjtött eddig Szakó András csapata. Széltette közép egy csúszatás, amely mellé száll. És labda szerzés a középpályán, ahogy Benyámin hozta el a labdát. Éliás labdája ki a bal oldalra. Pontos játék eddig is! Kivetődve valahogy elcsipiatt bár Bosnyán, de még ott a lehetőség. Nagy Benyámin és a kapufáról pattan. Tovább a labda, Szurma teszi még vissza, újabb lövési lehetőség. Balog lövését blokkolták középen a védők. Nem sikerült azonban növelni előnyét a vendég alakulatnak. Próbálkozik a Velence, majd Benyáminak. Még erőteljesen oda nyomott a hazai játékos, Gulyás Kovács Géza. Kivár a játékvezető, és végül kiállítja a hazai játékost. Ember hátrányba kerül 18. percben az amúgy is gólhátrányba lépő velencei csapat. Hazai szabadrúgás után gémes fejesét fogta Tóth Norbert. Oroszi használta a kezét Barabásival szemben, szabadrúgás. Horváth Balázs tekerheti be a labdát, érkezik Tóth Norbert, és tudta még boxolni ott az érkező gémes László elől. Történt itt azonban szabálytalanság, most már Barabásit figyelhetjük, Szurmát teszi odébb. Szabályosan. Gémes. Fölényben egyről a sárga mezesek. Gémes lekészíti. Ígéretes távoli tekerés, nem sokkal szállt mellé a labda. Pontos Dániel próbálkozott. Óriási bedobás, ebből helyzet is kialakul. Nem sokkal került el a labda. A Baracs kapuját az előre húzódó harmat Imre. Jött fölé. Elég erőteljesen rákezett most már az égi áldás, ez sem könnyíti továbbiabban a csapatok dolgát. Szurma a Baracsi térfél, aztán elveszítik a vendégek, gémes lett ez a labda. Rossi mellett tovább indul Gémes László, és Szurma belelép a beadásba, szöglettel jöhet a Velence. Barabási Béla tekeri be, majd Dániel kifelje rövid oldalnál, Szurma elől elhozta Metzger. Metzger jó cselekkel az alapvonal felé
indul tovább, és akkor azt mondom, hogy szerelni. Bedobás után pedig már a Baracsia. Próbálkoztatnak egy óriási bomba, amely fölé zúg. Éliás József. Ülte fölé a labdát. Nem Sági volt az, elnézést. Szurma. Most már. Szépen elmegy. Metzger mellett. Leszök bele rott lövését. Rabul mentett a rövid oldalnál. Helyezkedő Bostyán. Éliás tovább. Ez nem jó. A társaknak, és ezzel megindulhat Barabási. Gémest játsza meg, Cséza lehet bajban, hiszen sokkal gyorsabb a támadó, mint a védő. Remekül jött azonban Tortnor, bet is lakad benne a labda a féldőben. Ference, Baracs, 0-1. A Baracsiak kezdik a második játékrészt. Ők állnak jobban. Korai góljuknak köszönhetően. Azoknak a Ference otthonában. Gémes. A félidőben egyik oldalon sem volt változtatás. Badi küldi vissza. Rakoncai. Szépen indul tovább. Lantos, aztán ott már szembe nyúlt közbe. Oroszi, szabad rugás. Lantos, ez kapura tette, fölé ment azonban. Barabás visszalép, így viszont nincsen lesen. Gémes játszotta meg őt, és indul tovább már. Volt ne, nagy lehetőség is! Remek ütembe érkezett. Orosz nagyot mentett, bedobás. Ugyás híben érkezik középlabda, helyzet! Nincs les! És volt ne lövése, bent van, úgy tűnik ez az asszisztens. Érvényes a találat, az ember hátrány bővelence. Kiegyenlít! Az 55. percben történt mindez. Megpróbálnak a Barascsiak még, de... A labda egyértelműen most láthatjuk, hogy a gólvonal mögé került. Hiába reklamált, Cséza érvényes a találat, amelyre egyenlít, tehát a velencei csapat. Ez volt Valtlennek az első gólja ebben a szezonban. Szurma szíti a Lantossal szemben a labdát, és indul már a bal szélen. Barabási, belül Gémes várja a labdát, Barabási. Csinálja a csel Cséza mellett, Oszolön várja Valtlen is a labdát, nem jut el középen, jöhet a szöglet már. Lefejelt labda, ez így mellé pattan Horváth Balázs. Csúsztatta kapu mellé a labdát. Bari Benyámin bedobása. Sági kapott egyet. Csapata pedig egy szabadrugást. Sági József a pontrugással. Jól jött a kapujából. Bostyán. Szurma tekeri vissza, ez így. Kapusnak csemege. És megdobja a támadásba. Horvátot. Horváth szépen elép Szurma mellett. Prókain aztán fennakad már. Fülöp tette előre, de nem volt jó a társaknak. Csata a középpályán, amelyből jöjjön neki a velenceiek, ők jöhetnek már szabadrugással. Barabási. Fülöp mellett szépen átteszi a jobb lábára, Barabási Béla keresi a lőpozíciót. Oroszi lép egy bele a próbálkozásába. Rakoncai. Ő is bedob egy cselt, amelybe jött. Gémes. És Cséza. Ezek szerint elhúzta a lábát. Sipolt a játékvető, a szabadrúgás méghozzá ígértes lehetőség a Valence előtt. Egy tekerés, Waltner Ádám! Nem sokkal szállt fölé a labda. Bostyán. Több azért a lehetősége a Valencének. Itt is egy remek megoldás, amely fölé száll. Horváth Ádám. Horváth Balázs. Tette kapu a labdát, és most Baracsi ellentámadás után Balog elől ment a kapu. És egy üres marad, így a kapu visszaívelik. A vendégek is nem sokat téveszt. Prókai. Már a szabadrugása. Ide fejelt labda is. Jól jött Bostyán. Megelőzte. Csereként bár Sebestyént. Gémes. Iliás és Cséza között. Nem tud tovább menni Gémes László. Prókai vissza. Iliás. Megvan még itt. Csézának a labda. Hogy azonban elveszíti. Barabási hozza el Cséza elől. Aki aztán szabálytalankodik. Cséza. Csomált az imént. Jött át már a szabadrugás. És nem is veszítelem. Nem még a legjobban jött most Tóth Norbert. Gémes fogja a fejét. Akár a vezetést is megszerezhette volna már a velencei csapat. De még továbbra is tüntetlen az állás. Újabb lehetőség. Megtorpan a kapus. Érkezik Gémes. És...
nem sokkal fejel kapu mellé, ott azért kamál a játékos és a szurkolók is, hogy a kapus, mintha szabálytalankodott volt a játékossal szemben, de mit éltek hozzá számára játékvezető, ez pedig egy remek próbálkozás. Prókai Norman István kísérlet a bal kapufán, csattant. Szeretámlásba Barabás építkezhet már. Gémes. Oroszit forgatja, Gémes László. Sikerrel. Ott van Barabás előtt a labda, és már vezet a Velence. A 86. percben Barabási Béla találatával Velence. Barac 2-1. 10 emberrel játszva, ember hátányból fordítja meg a mérkőzés és a maga javára immáron a velencei csapat. Remekül hozták össze ezt a helyzetet a hazaiak, és Barabási higgadtan helyezett a kapu jobb oldalába. Velencei vezetés, tehát Badi távolról megpróbál egy pattogós kelemet lövőt, ezt biztosan hárította Bostyán. Horváth. Azóta nem történt szabálytalanság. Nagy Dominiki. Lett így a labda. Azt már lefújja Jakab játékvezető. Sági került a földre. Aztán egy kis csatapatés kialakult. De csatát követően nyugtatni kell ott a feleket. Benn van már az asszisztens. Hajdú Balázs is segít a játékvezetőnek. És tűnik, hogy lehiggadnak a kedélyek. Folytatódhat majd szabadrugással a mérkőzés. Cséza tehát. Érdekesen hazafejelt labda, de ez így a kapusé lett végül. Gémes egyedül próbálkozik. Torpan Prókai, és így ez hiba. Torben Nyálmin cselekedőd érkezett a pályára. Walter Ádám ott váltotta a 78. percben. Gémes. Ez elég. Kurva közbelépés volt. Majd Dominik részéről. Talán a pályára jött már Németh Zsolt, és ő kap sárga lapot a reklamálása miatt. Nem is a szabálytalankodó játékos. Érdekes döntés. Kis szöglet hazaiaktól, és véget vet a mérkőzésnek Jakab Zoltán. Velence Barac 2-1. Komárom Sáros találkozó, aminek a játékvezető Szűcs László, asszisztensei Becséri Gergely, valamint Hajcsár Lajos világos kékmezben támad. Lajos Komárom, a Sárosgyak világos zöld mezben szerepelnek. Tömeres szépen lehúzta Rauf, és mindetőhöz jutott, találkozó elején immáron a Sárost, oda rántotta le Kálait, a 11-es pedig Kovács Norbert értékesítette, ezzel tehát a 19. percben ezzel a vendég alakulat Kovács Norbert szezonbeli negyedik góljával Lajos Komárom Sárost 0-1. Mérkőzés egyébként az interneten is követhető volt, az M4 Sport Online. Figyelhették a szurkolók, akár ezt a találkozót is. Újabb vendég helyzet, és hatalmasat hárított a fiatal hálóért Barabás. Hosszankodik kis Kovács Norbert, ezt nem tudta góra váltani. Vései. Lejkhard. Tovább. Szabaddugás. Molnár Viktor készülődik szabaddugáshoz, tehát eltekeri a sorfafölt, és Rauf maga biztosan hárít. A Sáros a 8. helyen áll, nem sokkal. Hát kapu mellé labda Vadászi Bence kísérlete nyomán. Déli Sol csapat a 14 pontot gyűjtött eddig. Oda vászolog a labda, és újabb szöglet jöhet majd. A tűnös játékos közreműködésével. Déli, ez is jó, és a gólvonalról sikerül tisztázni ott. Talán Vései, ha jól láttam. Kovács fejelhetett, de továbbra is csak egy gól alá jobban. Győre a Sárosdi csapat. A Lajos Komárom a 13. helyen található. Eddig 5 pontot gyűjtött Simon János
alakulata. Susa. És vég az első játék, viszont fél időben Tárt Lajos Komárom. Sárost 0-1. A második játékrész folyamán nem volt se a fél időben egyik oldalon sem. Trusek. Dvéri indulhat már tovább. Előny szabályt alkalmaz. Szűcs játékvezető. Megvan még a labda. Aztán hamar elveszíti. Zács Tamás már. Pitkezhet. Lajos Kalom. Talán kit előzte meg. Rotman. C-Meister. Más hibáiból pitkeznek a csapatok. Sátul járatja Lajos Komárom a labdát. Pontjait leginkább hazai pályán gyűjtötte be eddig. A hazai alakulat. Trusek. Küldi vissza a mezőnybe. Zács. Pontatlan a passz. Dvéri bosszankodik. Ez pedig így Vadászi már. És indul tovább. Vései Martin a csapatkapitány. Vadász egyelőre egyedül próbálkozik. Még hozzájuk a csenek. Súsa aztán elhúzza a lábát. És ígéretes helyről végezhet el szabadrugást. Lajos Komárom, Reichard és Molnár Viktor készülődik szabadrugáshoz. Reichard helyett Molnár Viktor. Lövése lepattan a sorfalról. Hozzá került vissza a labda, újra Molnár emeli be középre, Susa, és fejjel megtoldja, Reichard tovább, ez még talán elérhető. Csicz Marian tudta bent tartani már. Boda. Ő hozta össze a büntetőt, amelyel egyelőre továbbra is előnyben a Sárost. Susa. Trusek lehet bajban, Vadászi meg is szerzi a labdát. Beadást. Tudta beadni már középre. Vése is. Elrontja. Zács. És ez egy hatalmas hiba. Nagyon elvérhetem. Molnár Olivier. Kovács Norbert helyzetben is bevágja a hosszú sarokba a labdát. Nagyon tétovázott ott. Molnár Olivier rosszul helyezkedett. Szerezte a labdát. Kovács Norbert és az 50. harmadik percben jobb a lábbal kilőtte a hosszú sarkot, megszerezte így szezonbeli ötödik gólját. Így tehát Lajos Komárom Sáros, de 0-2. És nincs les, újra kiléphet. Kovács Norbert újra a helyzetben. Szélve levései, Kovács lő és Barabás József. Lábbal szépen hárja Kovács, aztán behúzza középre, ott azonban már nem érkezett Sárosdi játékos. Trusek. A Sárosdi csapatkapitány. Tesz előre a labdát méghozzá ellenfélhez. Boda hozta el. Reichard. Igacsellel. Szabó mellett. De aztán rossz a passz. Molnár Viktor. Lőjése biztatján. Bodár, Boda elvállalja és óriási gólt ragasz oda. A bal felső sorolba. Ezt kegyetlenül bevarta. Boda Béla. Körülbelül jó 30 méterre kipók hálózta szinte a bal felső sarkot. Boda Béla az 56. percben szépít tehát a Lajos Komárom. Bodának ez volt az első bajnoki gólja. Jó cselekkel a cselekén beállt. Fodor indul tovább. Szalmas lehetőség volt, de kimaradt. Azaik már az egyenlítésért küzdenek, és van is lehetőségük. Hazaiaknak Tanár kit húzta vissza ellenfele. Lajos Komárom szabadrugás érkezett már középre. Jó ívben is érkezett. Csúsa fejjelt el az érkezők elől szöglent. Molnár Viktor, ez sem rossz, és ott eltűnt középpen Vései Martin Sárosdi védőszorításában, de mit ért? Ezért büntetőt, Szűcs játékvezető. Sárosdi ellentámadás kibontakozóban. Dvéri kapja a labdát a félpálya környékén, és megcsinálja a cseld. Csalakén már Dobai Dániellel szemben harcolt ki szabadrugást. A dünos játékos Dvéri Zsolt.
Távoli bomba Szabótól, amely elkerüli a jobb alsó sarkot. Pasz a távoli próbálkozás hazai résztől, és hálít Rauf, Boda. Egy vissza a védelemben. Fodor végezte már el a bedobást. Vései. Jó összjáték. Szinte minden mezőnyjátékos most a sáros tér felén. Molnár teszi előre, Tanár kit. Itt elhúzta volna kosaras, de hát nem. Itt történt. Közben most már Korti Gábort, a szókimondó kommentátort láthattuk az M4 Sport részéről. Hosszú labda a támadók felé, és ott megint történt valami. A játékvezető semmi nem történt, és le is fújja már az összecsapást. Ebben a pillanatban Szűs László a végeredményt, tehát Lajos Komárom Sárost 1-2. Mobil interneten elemzés a múlt heti mérkőzésről. A Bicskei Sporttelepen az Elcsi Kinizsi vezetői, játékosai az előző fordulóról készült videó összeállításunkat csemegézik, elemzik az ellenfél játékát és az egyik sérüléssel járó megmozdulást. Balról sötétkék felsőbe csapatunk a Bicskei Tornaklub, jobbról világos zöldben a vendége Elcsi Kinizsi labdarúgói. Középen a három játékvezető, Wittner József, a főnök, asszisztense és Strumpf Tamás és Dinyei Norbert. Megye első osztályú labdarúgóbajnokság csapatai már a 10. forduló mérkőzéseit játszották 2015. október 16-án. Szülelemmel viselt hosszú súlyos betegség után 78 éves korában a héten elhúj Nagy Gyula, az Elcsi csapatszer, róla szól a gyászszünet. Az Elcsi Kinizsi korábbi szerda halála emlékére volt az egyperces megemlékezés. Na és akkor nézzük a mérkőzés izgalmasabb pillanatét. Móri szabadugás után ő hívjálta vissza, érkezik Bognár György nagy dendülettel, lekezeli a labdát és egypatalmas után mellé lőtte. Hajszállal ment ez mellé ez a lövés, de közben nézzük az újabb támadást. Bognár indította Varga Zolit, Varga Zolit egy csel, két csel, és jobb a belövi. Megszerzi csapatunknak a vezető találatot. Nagyon szépen hámozta át magát Hoffman Rolandon, Varga Zoltán, és végül is jobb lábbal belőtte Kodula Krisztián kapujába a lasztit, és ezzel a találattal vezet a Bicskei csapat a 32. percben. A Bicskei Sporttelepre kilátogató több mint 200 néző bizony már nagyon várta, hogy megszülessen ez az első gól, amely végül is a 32. percben sikerült is Varga Zoltán jóvoltából. Itt az újabb esemény, Máté bedobás után Katona íveli be labdát, érkezik Németh Erik és bepasszolja a labdát a kapuba újból, és ezzel már is megvan a Bicskeiek második találata. Máté remekül dobta be a labdát Katonának, hogy nagyon jól fedezte, tette be középre, és Németh Erik pedig megelőzve ellenfelét vágta be a bal alsó sarokba a lasztit, és ezzel megvan a Bicskeiek második gólja. A 34. percben 2-0 arányba vezetnek tehát a Bicskeiek. Németh Erik hosszú sérülés után újból betalált, és ez már a bajnokságban az 5. gólja Eriknek. Közben nézzük bal oldalon Vargától Bórihoz kell labda, ő bejátsza középre, 16-oson belül Bognának, Bognár ketten veszik körül, hárman most már, Bodi csekelik, és a játék vezető Wittner József határozottan mutat a 11-es pontra, hiszen nem tudott befordulni Bognár, szabálytalankodtak vele szemben, és ezért jogosabb büntető, amelyet Móri Tamás, a csapat kapitánya fog elvégezni. Neki fut, és a jobbra elmozduló kapus mellett bevágja a kapu bal oldalába a labdát. Ezzel a Móri találattal tehát a 39. percben megvan csapatunk harmadik találata. Hát bizony ez a vendégegyüttesnek nagyon kellemetlen 7 perc volt. Itt a Bicskei Sporttelepen nem így képzelték el a szünetben a öltözőbe való bevonulást, hiszen nem sokkal ezelőtt még mindössze 0-0 volt az eredmény. Óriási. Amit művelnek ott a túloldalon a Bicskei B-közép tagjai, az szinte hihetetlen. Első perctől az utolsóig buzdítják csapatunkat, és meg nem állnak a mérkőzés végig, ugyanúgy, ahogy a csapat.
Igaz, most a vendégek támadnak, göntös, mintha szabálytalankodna, de hosszúhoz kerül a labda, hosszú, beadásra pedig túl mély, és biztosan védi Milinta. Közben nézzük, mi történik a túloldalon. Móri, remek, testele, csatta be, Drabcsikot, majd Rapai mellett is elmegy, elesik, valószínűleg nem magától esett el, de a játékvezető sípja, néma maradt. Egy újabb beadás, Móri Tamás részéről, nagy helyzetben Varga Zoli, és ballal eltalálja a hosszú kapufát. Óriási gólszerzési lehetőség volt ez Varga Zoltán előtt. Itt pedig Bognár György hagyja el a játékteret, pedig nagyon jól játszott eddig, de mindez a mérkőzés 64. percében történt, amikor Bognár helyére Rados Gergő állhatott be. Itt pedig a vendégcsapat szurkolói láthatók egy pillanatra. Jobboldali támadás után a bicskeiek részéről Móri Tamás ad be, pont oda német Erik fejér, de Erik fejesen lecsúszott, és oda a kínálkozó lehetőség. Erik agyából egy pillanatra felvillant a nemrég belé sérülés, és ezért nem merte talán homlokkal eltalálni a labdát. Katona beadására nem volt érkező, illetve most Móri Tamás íveli keresztbe, de túl hosszú valamennyi bicske játékosnak. Móri Tamásnak egy pillanatig 9 gólja van 10 mérkőzés után. Itt meg egy pillanatra Rapait láttuk, hogy elhagyta a játékteret. Móri szöglete után Máj jobblábos lövése szállt fölé. Igaz, egy pillanatra meglepődött Máj, hiszen Rados feje fölött átszállt a labba. Itt meg hosszú szabadugással, jó 1 méterrel került el a bicske kapuját. Egy könnyelmű megoldás a belső védő részéről. Hát bizony, Hodulának ki kellett nyúlni a 16-oson kívülre, hogy ellopja a labdát a nagy iramban feléje szágúdó Varga Zoltán elől. A vendégek mestere Gróf András 2 cserét használt fel a mérkőzés folyamán, a hazaiak vezető edzője Rafai Rudolf pedig 4-et. Ebből láthatjuk az utolsót, amelyen Bence Márk állt be a játéktérre, Katona Lajos helyét foglalt el. Itt meg egy újabb vendégtámadás, de már les helyzetben tartózkodott a vendégek támadója. 2 perccel a vége előtt, sötét saját területéről íveri előre a labdát. Remekül kapja Móri, jó vette át, és a kifutó kapus mellett bevágja a csapatunk 4. találatát. Drabcsik és Vercsics sem tudott Mórival lépést tartani. Móri kilépett kettő között, és a kifutó kapus mellett bepasszolta a labdát 8 méterről az Ercsia kapujába. Tehetetlen volt a vendégek kapuvédője Hodula. Igaz, Versics is föladta már, reménytelennek látta azt a helyzetet, hogy szereljen, hiszen lépés hátrányba került Mórival szemben. Móri pedig kihasználta azt, hogy a védők nem zavarják, és a kifutó kapus mellett biztosan lőtte be csapatunk 4. találatát. Természetesen ez volt az utolsó gól, de nem ez az utolsó helyzet, hiszen még lesz helyzetünk egy itt az utolsó percben, amikor megszerezzük a labdát, Szarvas jó voltából odapasszolja Pásztornak, Pásztor pedig gólhelyzetben rosszul találta el a lasztit. No kérem, ez volt a Bicske-Ercsi rövid összefoglalója, ez volt a 4 gól története. Néhány szót még a két csapat góllövőjéről. Varga Zoltán 13 góllal vezeti a megyei góllövő, tehát másik hely Móri Tamás 10 góllal. Elcsiek közül Ivacs Gábornak van a legtöbb gólja, 6-ot szerzett eddig, német Erik a Bicske csapatból 5-öt, Nagy Rihárd Benjaminnak 4 gólja van, Máj Gábor, Katona Lajos és Friedrich Dávidnak 2-2, egygólosok Szilágyi László, Rigó Gábor, Szalánszki Gergő, Kővári László és Versi Zsolt. Ha látottak alapján csapatunk győzelme még ilyen arányban is megérdemelt. Én úgy gondolom, hogy javuló formát mutatva nyugodtan készülhetünk a következő bajnok és kupamérkőzésre, az ország legjobb 32 közé kerüléshez. Végezetül hallgassuk meg együtt a két edző nyilatkozatát. Kedves nézők, Gróf András látják, az Ercsi Kinizsi csapatának a vezető edzőjét. Hát túl vagytok egy vereségen. Először is gratulálok a sportszerű játékhoz. Az eredménye gondolom nem vagy elégedett. Mi a véleményed a találkozóról? Hát az eredménnyel természetesen nem lehetünk elégedettek. Több hiányzónk volt ezen a mérkőzésen, és a fiatal játékosok, akik pótolták a hiányzókat, rutintalanságuk miatt olyan hibákat követtek el az első fél időbe, ami percek alatt megpecsételte a sorsunkat. Húzottnak tartod a gólkülönbséget? Hát a látottak alapján nem tartom túlzottnak, csak olyan egyéni hibák előzték meg, ami kiküszöbölhető lett volna. Annak örülök, hogy a második fél időben azért tartottuk magunkat, csak az utolsó percben kaptunk még egy. Igen, a mérkőzés nagy részében volt tartás a csapatodnak, volt egy bizonyos időszak, amikor összeroppantak. Végül is hova várod a csapatodat a végelszállásnál?
Hát az előzetes tervekben szerepel, hogy 4 és 8 hely között valahol szerepeljünk. Természetesen szeretnénk minél előrébb végezni, de ehhez azt kellene, hogy ilyen mérkőzéseken is esetleg bravúrt hajtsunk végre, és pontot szerezünk. Most már ismered a mezőnyt. Kit tartasz a végső befutónak itt a megye első osztályban? Hát úgy érzem, az Iváncsa az magasan kiemelkedik ebből a mezőnyből, ők szerintem, ha valami extra dolog nem történik, akkor meg fogják nyerni a bajnokságot, és utána a Bicske és a Móra két másik csapatot. Ti tavasszal nagyon jól szerepeltetek, ha csak a tavaszi eredményeket nézzük, azt gondolom szeretnétek idén is megismételni. Hát ez a megyei első osztályban mindig kettősség az ősz és a tavasz között. A nyáron ugye nincs idő felkészülésre, tehát szabadságok, nyaralások, nehezen áll össze a csapat. Télen azért van két hónap, amikor lehet dolgozni, és ez szokott meglátszani általában a tavaszi produkción. András, köszönöm szépen az interjú, további sok sikert a csapatodnak. Köszönöm. Ezt is gratulálok a eredményhez. Te mennyire vagy elégedett a játékon? A játékon minden, hogy elégedett vagyok, mert több sebből vérző csapattal álltunk ki. Minden játékosunk úgy érzem oda tette a maximálisat, amit tud és amit bír nyújtani. Ebből kifolyólag már az első fél időben sikerült ezt az eredményt elérni, amit szerettünk volna. Természetesen tudom azt, hogy az ellenfélnél is vannak sérültek, nem épp a legerősebb csapattal tudtak kiállni. Ebből jött az az eredmény, hogy mi szintén azokkal, akik egészségesek, azokkal tudtuk legyőzni a mai ellenfelünket. Kik azok, akik ma hiányoztak nagyon a csapatból? Hát a mai csapatból Molnár Attila már régebb óta sérült, Szilágyi Laci már régebb óta sérült, újonnan sérültek közé került a Dukon, Rigó Gabi, úgyhogy vannak bőven, és mind olyan játékosok, akik kezdőcsapatban voltak, lettek volna. Így végül sima lett a mérkőzés, de voltak holdpontjaink, amikor egy kicsit leült a csapat. Mi ennek az oka? A második fél időben, amikor már a cseréket elvégeztem, akkor természetesen leült az egész. Azok a játékosok is lehetőséget kaptak, akiknek játék lemaradásukon, tehát kevesebb sanszot kaptak az eddigi játékba. Ők nem tudták felvenni ugye ezt a ritmust, ami már ugye mérkőzésen volt, és mire felvették, addigra ugye tudtunk még egy gólt szerezni. Következő Martonvásár, illetve a Sziget-Szent Miklós elleni mérkőzésre fölépülnek sérültjeink? Nagyon tartok attól, hogy mindegyik sérült olyan jellegű, tehát ilyen húzódás, szakadások, amik nem egy gyorsan épülő sérülések. Hát én ez a csapat is kívánok további sok sikert együttesünknek. Köszönöm szépen az interjút. Nagyon szépen köszönöm. Abasárvíz sárbogár mérkőzés, amelyen a Kádán fújta, a Sipra asszisztense Jakab Zoltán, valamint Varga György voltak piros szellésben a hazai gárda, míg világos zöld fekete szellésben a sárbogári csapat figyelhető a mérkőzésen, és mindjárt egy vendég lehetőség. A gyármény közelődését hárította Szabó Norbert. A gyármény újra. És ez a belavás nem volt veszélytelen. Szabónak kellett fölé paskolni a labdát. Rauf már a szöglettel. Beszorul. Hazai gárda! Lajtos közeli fejesét fogta Szabó. A sárbogárdi csapat a 9. helyen áll. 13 pontjával, míg az Abasárvi FC a 15. pozíciót foglalja el. 4 megszerzett pontjával. Rauf! Pattogós lövés és a kapufáról pattan tovább, éppen Vámosi elé került így a labda, Szetibor belép a beadásba, a szöglet. Szerencséje volt most a hazaiaknak. Rauf már a szöletet küldi középre. Gyurica fejelte az érkezők elől, Latákig jut a labda. Csuti mellett indult tovább, Laták beltobt, Gyurica Kornél szorítja egyre kijebb. Szöglettel jöhet a sárbogád újra. Rauf küldi be ezt is. Gyurica. Most már fel tud szabadítani. Kovács Péter próbálja megszerezni, és sikerül el is jár az a játékos.
Kovács várja a társakat, jön Csuti a második hullámban, és most már zárkoznak a többiek is az a akcióhoz. A labda a Sárbogárdiakhoz került. Vámosi, Lajtos, így még jó Borosnak. Pencer mellett Boros passzal, akik jut. Többet vár csapatától, bosszankodik a vendégedző. Graca Tibor, Gyurica Kornél egy az egyben. Sobaja meglepni ellenfelét, Varga Tamást, Pencer él labda, Pencer ellővi és vezet! Az abba Sárvíz FC, Pencers volt tartával a 9. percben, előnyben a hazai csapat. Gyurica egyegyezett Vargával. És aztán Pencert hozta a játékba, Pencer pedig egy kis állítgatást követően 17 méterre jobban, gyönyörűen tekelte a labdát a jobban sosarokba. Pencer első bajnoki góljával, abba Sárvíz Sárbogárd. 1-0. Vámosi. Ott a helyzet Grácer Bence. Az ötös környékéről küldte fölé a labdát. A legeredményesebb játékos egyébként Grácer a Sárbogárdnak. 7 bajnoki gólt szerzett eddig. Rauf távolról megpróbálja. Ez is elkerüli a kaput. Ki lesz a lecsorgó? Gyurica próbálta elhozni. Nagy Ármin azonban társaknak játszotta meg a labdát most már Grácer Bence. Egyszerűen lepatta, jó csele, Grácer játsza tisztára magát, ez a helyzet is kimarad. Egymás után dolgozza ki lépési lehetőségeket. Sárbogári csapad elgüledik, csak-csak nem jön össze a vendégek számára. Boros bombája, suhan el a jobb kapufa mellett. Laták. Pontos labda, Rauf rádől, szép mozdulattal tettek a polván, de ez is mellé ment. Bosszankodik is Rauf Renato, Pencer megsérült pár perccel korábban, és nem is tudta folytatni a játékot, csóros sérülés szenvezett. Pencer Zsolt a helyére, Léti Gábor érkezett fél óra elteltével a hazai csapatba. Gyurica, aljási helyzetbe kerül Gyurica, Kornél elhelyezi a kapusmát, és a kapufáról pattan tovább a labda. Figyelő gólra váltani ezt az ordító helyzetet Gyurica Kornél számára, így továbbra is majd az 1-0-ás abai vezetés. Vámosi, Vámosi balra megpattan és vissza kell nyúlni a kapuknak, és így tudott csak hárítani Szabó Norbert. Csuti, ez a Tibor még meg tudta tartani két Sárbogárdival szemben. Tóth Rihád íveli fel Tóth Zsolt feli oldalra, Rauf. És nincs már idő, más a vége, az első játék ezt a féldőben, tehát Abba Sárvíz, Sárbogárd, 1-0. Vámos itt Horváth Ádám váltotta a szünetben a sárbogárdi csapatban. Az agyak állnak egyelőre jobban, Pencer Zsolt 9. percben szerzett találtával 1-0-ás habai vezetés egyelőre. Nagy Ármin leszabadít Kovács Péter, és az még indításnak is, nem is Kovács, hanem Léti Gábor játszottam egy Gyurica Kornélt, aki sokkal gyorsabb, mint ellenfele. Tóth Zsolt kicsit adott többől elővi is, de azt sem tud hárítani a labda hosszú. Alsó sarokba kötött ki Gyurica Kornél góljával, 2-0 már a hazaiak javára. Tóth Zsolt a versenyfutás, és ebből sikerrel jött ki Gyurica Kornél, nem tudott szerelni a védő, és baldal kitűnően helyezte a labdát a bal kapufa mellé. A szezonbeli második gólját szerző Gyurica Kornélnak köszönhetően a Sárvíz Sárbogárd 2-0. Lak. Dúlnak a támadók. Gyurica kapta. Újra Lakké a labda már. Madács is zárkozik a támadáshoz. Rácer Gergő mellett a beadás, nem is hozzá, Gyurica érkezik, de centikkel, de lemarad erről a labdáról. Madácsi, Gyurica. Laták így a labda. Horváth felpörgeti. Demeter, ő is cseleként érkezett a pályára. És beívált labdát végül
Horváth Ádám csúszott a kapu mellé. Demeter egyébként. Az 57. percben Boros Benyámint váltotta a vendégcsapatban. Nagy Ármin. Jó a beadás, lefejelt labda, a helyzet! Kimarad ez is! Grácer Bence hibázta el. Ez az ordító. Szépítési esélyt. Rauf. Tudja tartani, és jó a passz is, Laták. Laták Madácsi mellett tovább lép, aztán egy testcsele lelküli Nyitrait is. A lövés feledhető mellé megy. Ezúttal Laták Bertold. Rauf már a pontrugás követően. Ugye Lataki a labda. Demeter, beindul Grácer Bence, szép játék, és nagyon finom. Van helyezi a labdát, végül a kapus mellett a hálóba. Grácer Bence, 65. percben szépít ezzel. A Sárbogád, Grácer Bence, a gólszerző is, ez már az idényibeli. 8. gólja volt a vendégjátékosnak, ezzel tehát a Basárvíz, Sárbogád, 2-1. Léti Gábor hosszan küldi fel, és még ez begyűjthető Glóc számára. Madácsi. Kácsák Gergő belép, a lövésbe, ami lelassul, és így csemege a kapus számára. Vendég salokrúgás, és a fejes! Szabor Norbert, és a gólban helyezkedő Eszter Tibor. Segítségével maradt ki ez a lehetőség, Eszter Tibor aztán meg is sérült az esetet követően, de rövid ápolás után tudta folytatni a játékot. Tóth Zsolt. Laták. A bal oldal. Szép játék. Visszalép. Grácer Bence is szépen elhelyezi a kapu jobb oldalába. Bár kettős, két gólos hátányból áll fel a Sárbogárd, és egyenlít a duplázó. Grácer Bence találatával a Vasárvíz Sárbogárd. 2-2. Grácernek egyébként volt már egy 4 gólos mérkőzés, és akkor Velencén győzött 4-3 arányban a Sárbogárdi csapat, vagy a Marton második, és az ő remek játékával tudta legyőzni a vendégcsapat. Éppen ő hagyott ki egy újabb helyzetet, amelyen tudott aztán fordítani most a csapat, ámint a Sárbogárd. Glóc bosszankodik, sikerült még a védőnek közbelépni, ez szöglet. Ez is jó ügybe száll, a fejes! Ott vattog a gólvonal a környékén. Kovács lövését is blokkolják a Sárbogárdiak, amelyek aztán ki is tudják hozni a labdát. A tálka földön, előnyszabály. Horváth próbálja megtartani, Kovács Péter. Bújtás is hozzáérő. 82. percben csutit váltotta a hazaiaknál. A Léti Gábor nem cifrázza. Ez a Tibor. Kovács Péter fölényben egyelőre a védők. Ezt a Tibornak lekészíti a szel. Őső leperdő a labda. És vége a mérkőzésnek, a végeredmény. Tehát a Basárvíz Sárbogárd 2-2. A heti megyei első osztályú foci összefoglalónk végén az elmúlt 5 forduló mérkőzéseire készült felvételekből válogatott gólparádét láthatják.
A 10. forduló további eredményei. Tordas Pátka 1-0, Mór Mezőfalva 8-0, Iváncsa Gárdony 3-0, valamint Polgárdi Martonvásár 0-1. És most nézzük a tabellát. 10 forduló után az élmezőnyben az első 4 helyen a sorrend nem változott. Az Iváncsa áll továbbra is az élen 30 ponttal, második a 25 pontot szerző Bicske, harmadik pedig a Móri Gárda 24 ponttal, illetve negyedik ezúttal is a Martonvásári csapat 18 ponttal. A 2016-2017-es megyei első osztályú bajnokság 11. fordulójának eseményeiről készült foci összefoglalóval a jövő hét folyamán jelentkezünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!